Szevasztok, ez itt az 3BP Transport, és aki látta a 100 feliratkozós külön kiadásomat, az tudhatja, hogy a csatornám jövője között szerepel az is, hogy ilyen YouTube tutorial videókat csináljak. Hogy legyen valami új is a csatornámon, ne csak az a szokásos videók. Igen, ez a videó most ilyen telefonos képarányban van, ilyen 9-16-osban. Ez a képarány szinte mindig ugyanilyen lesz az ilyen tutoriáloknál, hogyha például egy telefonos tutoriát csinálok. Mert ha ugyanolyanba csinálnám, ilyen 16-9-esbe, akkor már maga a tutoriál olyan kis képernyőben lenne. Ilyen videót még nem csináltam, szóval előfordulhat, hogy lesznek így videózás közben hibák. Na de nézzük is azt, hogy hogyan kell feltölteni videót YouTube-ra a telefonon keresztül. Itt is vagyunk a kezdő oldalon, és alul van egy ilyen menüsor, ahol van a kezdőlap, shorts, ilyenek. Na, a középső, ez a plusz ikon a létrehozás gomb. Ide rányomunk videó feltöltése. Volt olyan is az előbb, hogy rövid videó készítése, de arról majd egy későbbi videóban. Itt van ez a videó, és ez a rész mutatja azt a videófeltöltésnek, ez a része mutatja azt, hogy miért nem töltöm fel mostanság a telefonnal készült videókat telefonon keresztül. Nos, itt azt várná az ember, hogy itt sok minden ilyen funkció lesz, hogy kivágás, zene, alátét, meg effekt, hát itt nincsen semmi. Rá is megyünk a következőre, és itt van a cím, leírás, és itt vannak. Hogy a láthatóság, hogy hely, hogy hozzá lehet adni a lejátszási listához, és akkor most például ide mentjük, és ha ez megvan, akkor feltöltjük. De ezt most törölni fogom. Most ilyen egy kis összegzés. Igazából telefonon keresztül úgy nem érdemes feltölteni videót, hogyha így nagyon szerkezgetni akarnád, effekteket rárakni. Ha nagyon meg akarod így vágni úgymond a videót, akkor inkább ajánlanám a számítógépes feltöltést. Lájkold és oszd meg a videót, és ne felejts el feliratkozni.